Előadásokkal, feladványokkal, felszerelések és járművek bemutatásával várták a Rákosmenti általános iskolásokat szeptember 28-án a 17. kerületi rendőrkapitányság állományának tagjai. A nyílt nap keretében a diákok a fogdát és minden olyan helyszínt, illetve eszközt megtekinthettek, ami a rendőrségi munka fontos részét képezi, valamint közlekedési baleset imitációját is láthatták. A hat helyszínen berendezett interaktív foglalkozáson a természetvédelmi őrség, a rendészeti igazgatóság, a Rákosmenti polgárőrség és az országos mentőszolgálat 17. kerületi mentőállomásának szakemberei is bemutatták munkájukat a gyerekeknek. 3 éve rendeznek nyílt napokat a 17. kerületi rendőrkapitányságon egy nagyobb bűnmegelőzési program részeként. Ez a 6. ilyen alkalom a kerület iskolásai számára, tudtuk meg Istó Gergely századostól, a 17. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetőjétől. A lényeg az, hogy a rendőrségen több baleset bűnmegelőzési program működik, és magában az iskola rendőre program keretén belül tartjuk most meg ezt a mai napot, ami már majdnem, hogy 10 éve működő program itt a rendőrségen belül. Ennek keretén belül került ez a mai nap megszervezésre a kerületi iskolásoknak. A rendőrségi nyílt napon a kerületi Újlak utcai általános iskola, a Kőrösi, a Gregor József, a Zrínyi Miklós, a Balassi Bálint és a Diadalúti általános iskolák diákjai vettek részt. Az intézmények 10-15 fős gyermekcsoportokkal érkeztek, akik az esemény 6 állomása között felváltva haladtak. Az iskolások minden helyszínen más és más tematika szerint ismerhették meg a rendőrök, mentős szakemberek, természetvédelmi őrök és polgárőrök munkáját interaktív előadások és bemutatók keretében. 20-25 perces előadást fognak tartani. Itt kialakítottunk egy mentőállomást, itt a mentősökkel tudnak beszélgetni, megnézni az autókat. A második helyszín van a természetvédelmi őrök, alakítottak ki itt mögöttünk egy állomást, itt a merzse mocsár sajátossága itt a kerületben, úgyhogy ezzel kapcsolatban tartanak egy érdekes előadást. Került felállításra egy bűnügyi helyszínünk, egy lakásbetörést imitálunk a kapitányság hátsó garázsában. Itt a odaérkező gyerekek majdhogynem egy bűnügyi helyszínelés folyamatát tudják végignézni a kolléga segítségével. Állítottunk ki rendőrségi járműveket, páncélokat. Itt a rendőrség történetéről kapnak egy kisebb átfogó összegzést a ideérkező diákok. A rendőrkapitányság épületében a diákoknak lehetőségük nyílt megnézni az előállító helyiséget, az eszközraktár átadó részlegét, ahol a rendőrök átvehetik felszerelésüket, illetve a fegyverszobát is, ahol szigorúan ellenőrzött körülmények között adják ki a járőröknek fegyvereiket. Itt minden alkalommal, mielőtt a lövedékeket megkapják fegyvereikhez, a töltényürítőnél kell ellenőrizniük, hogy valóban üres-e a tár. A fegyverek és lőszerek leadása előtt ugyanígy kell eljárniuk. A nyílt nap célja a toborzás is volt. Mindenféleképpen igyekszünk egy figyelemfelhívó előadást nyilván a megelőzéssel kapcsolatban is, bár internetes drogprevenció, bármire gondolhatunk itt, és nyilván szeretnénk toborzó jellegűvel is átcsapni, tehát nyilván a pályaorientációt majd a későbbiekben kedvezőbbé vagy kedvessé tenni a fiataloknak, hogy kedvet kapjanak ez a szakmához, mert nyilvánvalóan ez egy nagyon szép szakma, rettentő sok szépséggel, de hátulütővel is. Az esemény zárásaként közlekedési balesetet imitáló bemutatót tartottak a diákoknak, amelynek során egy autó és utasai, illetve egy kerékpáros balesetét szimulálták. A nyílt napnak ezen a részén a 17. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság szakembereit is láthatták a gyerekek munkavégzés közben. Az A-balesetben az iskolások az éles helyzethez hasonló körülmények között láthatták a rendőrök, a mentők és a tűzoltók összehangolt munkáját.